Amit azt a hírekben önök is olvashatták, a nyers tej felvásárlási ára az elmúlt egy évben 56%-ot, kiviteli ára 72%-ot emelkedett, természetesen az üzletekben is megjelenik ennek eredményeként az árak növekedése. Mindemellett a gabona ára is az egekbe szökött, így a kenyér is közel 70%-kal drágult az elmúlt egy év alatt. Ezzel kapcsolatban nézzük meg most egy összefoglalót, és aztán mindjárt elkezdjük a beszélgetésünket erről a témáról. Rendkívül kiszámíthatatlan a tejpiac. Folyamatosan emelkedik a takarmány, az energia, az állatgyógyászati eszközök, a csomagoló anyagok ára, de nőttek a munkabérek is. Mivel az emelkedés teljesen kiszámíthatatlan, nem látni azt a pillanatot, amikor az előállítási költségek stabilizálódnának. Ráadásul az elmúlt 12 hónapos időszakban mind a nyers tej, mind a feldolgozott tej és a tejtermékek esetében is jelentős, 40% fölötti áremelkedés volt tapasztalható. De nem csak a tejpiac van bajban, a magyar sütőipari vállalkozásoknak komoly gondot jelentenek az elszálló rezsiárak. A Magyar Pékszövetség szerint a nehéz helyzet miatt a vállalkozások 20-25%-a kerülhet bajba. További gond a nagyfokú munkaerőhiány is, valamint a gabona árának növekedése. És bár idehaza a búza finom lisztára hatósági befagyasztás kapott, más lisztfélék majdnem 100%-kal drágultak egy év leforgása alatt, de ugyanígy a kenyerek sem úszták meg az árnövekedést. Szemtől szemben rovatunkban Harc Zoltán, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója és Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke vendégeink. Jó reggelt kívánunk, uraim! Jó reggelt. Nem is tudom, melyikükkel kezdjem, melyiküknél rosszabb a helyzet már az árak tekintetében. Beszélünk itt ugye energiaáremelkedésről, különféle nyersanyagárak emelkedéséről. Mi az, ami leginkább, legnagyobb mértékben hajtja fölfel az árakat, ami a közeljövőben akár 1000 forintos kenyérárat, vagy a tejnek is ki tudja, milyen magas árat eredményezheti? Hát azt tapasztaljuk a sütőiparban most, hogy nagyon megemelkedtek az alapanyagárak, tehát ez alatt azt értem, hogy háromszorosára emelkedett az elmúlt egy év folyamán a liszt. Az teljesen egy téves információ, hogy van a liszten egy ársapka, de ebből a sütőipari vállalkozások nem kapnak, ez csak a fogyasztók kapnak, így van. Tehát a sütőipari vállalkozások háromszoros áron vásárolják meg a lisztet, mivel nagyon fölment a gabona ára, ezért a liszt ára is fölment, de nem csak a liszt ára, hanem egyéb olyan alapanyagok ára, amelyek szükségesek a sütőiparban, margarinok, étolajok, vaj, egyéb ilyen termékek is, és természetesen, mint mindenki előtt ismert, hogy nagyon fontos egyéb költségek, például az energiaárak költségei nagy mértékben nyomják a sütőipart, hiszen egy olyan ágazatról beszélünk, ahol a kemencék 90-95%-a gázzal működik, csak a maradék működik elektromos árammal, és itt a gáz és az elektromos áram esetében a 7-szeresére, 8-szorosára, sőt 10-12-szeresére is ment föl a gáz és az elektromos áram ára. Nem minden vállalkozásnak azonos mértékben megy föl, van, aki a szabadpiacon tudja beszerezni, önekik 12-13-szoros ár van, aki egyébként már több éve ugyanazokkal a szolgáltatókkal dolgozik, ott nekik talán ennél a 12-13-szoros árnak kedvezőbb, 7 és 10-szerese, tehát ezt úgy tessék érteni, hogy aki 2,5 millió forint gázszámlát fizetett eddig, mondjuk egy sütőipari vállalkozás, ez úgy viszonylag egy közepes vállalkozásnak minősül, az most 25 millió forintot fog fizetni. Mi azt látjuk, hogy ez a differencia, ez a különbség, ez igazából nem kifizethető, ez nincs benne ebbe az ágazatba. Ugye a pékek még csak azzal a lehetőséggel sem rendelkeznek, mint a lakosság esetleg, hogy fatüzelés rájönnek át, mert ez egy sokkal bonyolultabb technológia ma már, ugye? Igen. Na de mi a helyzet a tehenészeteknél, ugye a tej termelésénél? Mondhatná, aki tájékozatlan ebben az ügyben, mint én például, hogy drágában nőtt a fű az idén? Vagy miért lett ilyen drága tej? Alapvetően a takarmányozás, ami megdrágult részben az asszály miatt, részben pedig ugye az árfolyam változása miatt a külföldről beszerzett adalékokat, takarmánykiegészítőket nehezebben tudja beszerezni. Tehát ma már nem a réten legelnek a tejnek, hanem tervszerűen ipari módon, ugye? Legelnek réten is, de egy év viszonylatában nem tudja a magyar legelő eltartani a tehenek. Arra beszél, hogy mi volt, az is kiégett, nem? Igen, a szárazság miatt. Most Nyugat-Európában is kiégett, főleg a tavalyi évben, tehát már ott sem tudja eltartani a legelő a tehenet, és ez a nyugat-európai tejhiány, ez bizony
hatással van az egész európai piacra. Már második éve tejhiány van Európában, tehát kevesebb a felvásárlás. Ez egy nagyon furcsa időszak. De visszatérve a tejtermelőkre, takarmány, munkaerő az, ami az ő költségeiket növeli. És ugye ezen a ponton még csak a nyersteg jutottunk el. Ez a nyersteg bekerül a feldolgozókba, ahol mi hűtünk és fűtünk, tehát pasztőrözünk, és utána hűtjük a tejtermékeket, energiaigényes folyamatok, ezután be kell csomagolni, legyen akár műanyag, akár alumíniumfedél ezeknek a termékeknek. Mind az egekbe, munkaerőt nagyon nehéz találni, megtartani, és hát a vége az pedig a polcokon látszódik. No, ez az, hogy a polcokon iszonyatosan magas árak, 60-70%-a drágább árakat láthatunk, mint tavaly ilyenkor. Hol lehet a teteje ennek? Mit gondolnak arról, hogy mikor lesz az a szint, amikor egyesek szerint már elérkezett, hogy egyszerűen a vásárlók nem fogják tudni megfizetni ezeket az árakat, kevesebbet fognak vásárolni, ergo az árak kénytelenek lesznek majd lefele menni, hiszen ilyen ára nem fogják tudni értékesíteni a terméket. Mi lesz akkor a megoldás? Elméletileg bekövetkezik egy fogyasztás visszaesés egy ponton. Amit most látunk belföldi értékesítési adatoknál, azt látjuk, hogy némelyik termékből kevesebb fogyott, némelyikből több. Nagyon érdekes, hogy a tejből 4-5%-kal többet adnak el a feldolgozók, mint korábbi években. Trapistából is megemelkedett az értékesítés, de már vannak olyan termékek, amelyek visszaesnek nyilván. Sokan azt mondják, hogy az évelei kormányzati intézkedések, osztogatás, választások kapcsán eredményeként még az első fél évben volt az embereknek pénzük, lehet, hogy az évközben majd elfogy, és esetleg a téli hónapokra már nehezebb lesz a helyzet. Amit mi el fogunk veszíteni, illetve ahol először látjuk majd a visszaestést, ezek a drága prémium tejtermékek, és majd látni fogunk egy elmozdulást a feldolgozói márkáktól az olcsóbb saját márkás termékek irányába. Ugyanez a péksütemények esetében? Akkor mondhatjuk, hogy nem a kenyérnél, de mondjuk az igényesebb, drágább termékeknél, péksüteményeknél jelentkezhet? Ilyen visszaesés? Azt gondolom, hogy még mindig a fehér kenyér, a kifli és a zsömle az, amelyiket jelentős részben vásárolják a vásárlók. Van egy olyan bizonyos vásárló réteg, ahol kialakult egy brand, a különböző rozsos termékek, magvas termékek, szénhidrát csökkentett termékek tekintetében. Van, aki ezt egészségügyi szempontból kötelező, hogy ilyeneket fogyasszon, vagy gluténmentes termékek éppenséggel. Melyiknél lehet nagyobb a visszaesés, ez nem úgynevezett igényesebb, drágább termékek, vagy az alap szükségletet? Én azt gondolom, hogy az alap szükségletnél. Azért gondolom ezt, mert a vásárlóknak az a rétege, amely ezeket a termékeket veszi, valószínű, hogy sokkal érzékenyebb az árakra. Egyébként pedig a sütőiparban mi azt látjuk, hogy amíg az alapanyagok emelkednek, és szeretnénk, hogy a sütőipari vállalkozások életbe maradjanak, addig ezt tovább kell hárítanunk a kereskedelemre, illetve a vásárlókra. De mi lesz, amikor nem tudják majd tovább hárítani, bezárnak, megszűnnek vállalkozások? Már vannak ilyen jelek. Az eddigi tapasztalataink alapján azt látjuk, hogy a sütőipari vállalkozások jelen pillanatban 20-25%-a nem lesz alkalmas arra, hogy ezeket a megnövekedett költségeket ki tudja gazdálkodni, hiszen nem rendelkezik megfelelő tartalékkal. Sütőipar az az ágazat, ami az elmúlt 10-15 évben tudatosan egy olyan gyöngített ágazat volt a multinacionális láncok és egyebek részéről, ahol nem volt erre mód felkészülni erre az időszakra, illetve nem tudtak tartalékokat képezni, hiszen akkor, amikor működik egy sütőipari üzem, akkor is csak egy pár százalékos haszonról tudunk beszélni. Ugyanakkor a tejiparban ugye annak egy lényeges szereplő, ugye a tehén maga, amely állat, mint tudjuk, ugye nem egy-két hét alatt nő meg akkorára, hogy tejet is adjon. Ott milyen következményei lehetnek egy ilyen visszaesésnek? Tehát mondjuk vállalkozások bezárhatnak esetleg, a kereskedelem visszaeshet, de hát mi lesz a tejenekkel? Most ezt komolyan kérdezem, hogy újra az állatállományt, majd ha csökkentik, majd újra felfejleszteni, az nem lesz egy egyszerű folyamat. Így van, a tehenet nem lehet elzárni, mint egy csapot. Azt látjuk, hogy a telepek, illetve az állomány is egy nagyon enyhe csökkenési folyamatot kezdett el. Ugye nálunk Európában van egy olyan jelenség, hogy minél délebbre haladunk a kontinensen, annál nagyobb a tejhiány. Tehát egy export lehetőség mindig nyitva áll Magyarország előtt. Jelentős mennyiséget viszünk Romániába, a Balkánra, Olaszország is nagyon sokáig fontos piac volt. Tehát nálunk talán egy biztonsági szelepet jelent az export lehetősége, mind nyerstej, mind tejtermék vonatkozásában. De kérdés, ott is lesz-e, vajon nem lesz ott is visszaesés, tehát lesz-e fizetőképes kereslet? Mert azt mondják, hogy egyébként egy másik érdekes kérdés, hogy miért van az, hogy az Eurostat felmérése szerint
Nyugat-Európában fele olyan mértékben emelkedtek az élelmiszerárak, mint nálunk, de ezzel együtt lehet, hogy ott is csökkenni fog a kereset. Én azt gondolom, hogy főleg, hogyha olvassuk a híreket, ugye a szerbiai tejpiaci helyzetről olvashatunk nagyon sokat. Én azt gondolom, hogy a teljes tejtermékek olyan alapvető élelmiszernek számítanak minden korosztályban, hogy Európában ezt nem lehet elengedni, főleg akkor, hogyha egy tejhiányos helyzetet látunk a piacon. Mi láttunk olyan folyamatot idén, hogy Magyarországról már északi irányba indult tejszállító kamion, miközben jellemző az volt, hogy Németország, Ausztria, Magyarország szolgálta ki például az olasz nyerstej piacot. Ezek a folyamatok megváltoztak, én azt gondolom, hogy alapvetően Európában a nyersteinek van helye. Kérdés az, hogy a drágább, vagy az alaptermékek, vagy esetleg nyerste formájában kerül az értékesítés. A tejtermék az tartósítható is, tehát jobban számíthatnak a külföldi piacra. Hát kenyeret, péksüteményt nem hiszem, hogy gazdaságos lenne külföldre szállítani. Nem tudom, van ilyen tendencia? Lehet ez egy menekülési útvonal a pékek számára? Igen, van ilyen tendencia, egyébként ez most is folyamatosan működik, nagy sütőipari vállalkozások külföldre, Csehországba, Szlovákiába, Horvátországba szállítanak. A tartós kenyér, fogyasztott, nem a napi friss kenyérről van szó. Fogyasztott termékeket, fogyasztott. Így van. Ez lehet kenyér, lehetnek különböző sütemények, tehát croissant, egyéb töltött termékek is. Egyébként a sütőiparban is érdekes dolgokat hallani a nemzetközi piacon, hiszen úgy tudjuk és azt hallottuk mindig, hogy a német sütőipar nagyon erős. Jelen pillanatban olyan híreket lehet olvasni a német sütőiparról, ahol azt közölte a Német Sütőipari Szövetségnek az elnöke, hogy valószínűsíthető, hogy Németországban is sütőipari cégek fognak bezárni, mert nem bírják ezeket az energia és megnövekedett alapanyag költségeket kifizetni. Hát akkor Magyarországon, amikor tényleg azt mondom, hogy ez nem egy erős ágazat, és nem tudtunk erre fölkészülni igazából, erre nem is nagyon lehet fölkészülni, tehát ez a derültékből villámcsap. Volt egy ilyen mértékű emelkedés, akár alapanyagba, akár energiába. De talán még azt mondhatom, hogy nekünk szerencsénk van, mert úgy gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy mi a következő aratásig rendelkezünk a megfelelő mennyiségű gabonával, ebből kifolyólag kenyér alapanyag lesz. Az egy nagy kérdés, hogy milyen áron tudjuk ezt majd megvásárolni. Ez jó kérdés, már csak fél percünk van, de tényleg beszéljünk egy picit erről, hogy miért van az, hogy miközben azt mondja, hogy már be van tárolva, hogy az idei gabona is, tehát a jövő nyárig elegendő gabona. Miért emelkedik, vagy változik annak az ára, amikor már meg van termelve, be van raktározva? Ez a gabona, ez jelen pillanatban a gazdáknál van. Ez nem a sütőipar és nem az állam tulajdona, hanem a gazdáknál van betárolva. Azt látjuk, hogy szeretik a külföldiek is ugye a magyar jó minőségű gabonát. Ment külföldre is az eddigi években. Most úgy tudom, hogy jelen pillanatban ez valamilyen szinten áll, tehát pontosan felkészül arra, hogy jövő évig... Kormányzati korlátozások is vannak a kivitel tekintetében. Hát bízunk benne, hogy ez legalább majd megfogja az árakat, meglátjuk, hogy annak is hol van a plafon, nem tudom, de reméljük, hogy az 1000 forintot azért nem fogja meghaladni a kenyér ára sem, meg a tej sem fog tovább emelkedni, a tej ára sem fog tovább emelkedni. Folytatjuk tehát a Start műsorát, nézzenek minket a következő beszélgetésben, az orosz-ukrán háborúról fog beszélgetni majd Anita, ami külpolitikai szakértőnkkel, Heperjes Ildikóval.